Sziasztok, ez itt a Gaming the Pink, és a mai napon visszatérünk az Even Colony-ba, amit legutóbb otthagytunk abba, hogy a játék első küldetésének a keretében egy földszerű bolygót népesítettünk be, és igazából azt a pályát már végig is vittük akkor, amikor legutolsó gameplayt befejeztem róla, és most úgy döntöttem, hogy ahelyett, hogy egy jeges pályán kezdenénk el játszani egy ilyen szimpla sandbox módban, folytassuk inkább a küldetésünket, és menjünk rá a következő pályára, ami egy ilyen sivatagos terület, egy ilyen sivatagos pálya, hát némileg oázisokkal tarkítva, úgyhogy annyira nem lesz nehéz dolgunk a megélhetés terén, de azért tényleg egy kicsit változott a téma, illetve úgy veszem észre itt a beszélgetésekből oldalt, hogy felfedeztek valamilyen föld alatti barlangrendszert, ami problémákat okozhat majd nekünk, és lehetséges, hogy alien jelenlét is felbukkan majd ezen a bolygón, ami esetleg fenyegetés lehet számunkra, úgyhogy meglátjuk, hogy ennek tekintetében milyen lépéseket kell majd végrehajtanunk. Tehát az első feladatom az lesz a kolóniában, hogy építek magamnak egy geotermális generátort. Jó, mivel itt van mellettünk rögtön, ezért ez egy tök egyszerű feladat lesz, rögtön ide rakjuk, és már is van rengeteg energiánk. Ezután pedig akkor elkezdhetem majd termelni a nyersanyagokat, illetve gondoskodhatok az élelemszerzésről, vízgyűjtésről, de haladjunk csak a küldetéseknek a sorrendjében ezekkel a feladatokkal. Na, kaptam érte 7 nanitot, hogy ezt megépítettük, szóval a támogatás az jön, és az új küldetés az, hogy építsünk egy vízpumpát. Jó van. Én ezt ide építeném meg, illetve nem is tudom, mert lehet, hogy azon gondolkodom, hogy hogyan alakítsam ki a kolóniát, valahova. Ide nem tudom, miért nem tudom megépíteni, mert ott van egy épület. Aha. Hát lehet, hogy akkor mondjuk ide kéne kiépíteni, vagy lehet, hogy ide esetleg. Ja, tegyük ide. Nézzük meg itt. Ide majd szeretnék egy úthálózatot, egy ilyen gerincot építeni. Mert ide a geotermális generátor mellé sok-sok ilyen bejövő intékfant szeretnék, intékventilátort szeretnék telepíteni, mert a generátor az távol tartja a veszélyes gázokat a környékétől, ez a geotermális erőm, ez a hőerőmű, úgyhogy itt tökéletesen biztonságban lennének ezek a levegőt beáramoltató ventilátorok. Na nézzük akkor, mi a következő feladatunk. Azt mondja, hogy építsek egy vasbányát. Oké. Ezt meg is oldottuk szerintem. Már is bányásszuk a vasat. Egy kicsit le is törtük egyébként azt a hatalmas sziklát elég apróra. Azt mondja, építsek egy nanit processzort, illetve építsek 2 darab kukorica farmot. Oké, akkor ez is meg lesz. Először is szerintem kezdjük a nanit processzorral. Az itt van. Jó van, no most az, hogy hova helyezem el a nanit processzort, az egy jó kérdés. Kezdjük a kukorica farmmal, mert azt határozza meg az útnak a kiépítését, amit a jövőben ugye elhozott e felé, a kukorica farm felé fogjuk megépíteni. Úgyhogy ha ide húzunk egy utat e felé, akkor utána könnyebben meg tudjuk határozni, hogy hogyan épüljön fel a farmunk. Mármint a processzor, nanit processzor. Én arra gondoltam, hogy esetleg ide lehetne építeni az 5,4-es zónára egy ilyen farmot. Állítsuk be rá a kukoricát. Ó, hogy itt mások az értékek? Aha, akkor nem igazán éri meg csak úgy termelést váltani, úgy látom. Egész nagy területen tudunk kukoricát termeszteni, sokkal tartósabb, szívósabb növény, úgy látszik. 6,8-as értékkel tudunk dolgozni. Szerintem ezt a 6,8-at érdemes lenne bevállalni. Talán ezen a... Hú, ez egy 7. hetes érték. De egyébként én maximálisan szeretném kihasználni a kukorica termeléshez a termelési lehetőségeinket, ugye nem szeretném elosztani jól a farmokat ezen a kis oázis területen, mert csak ide tudunk farmokat étesíteni, úgyhogy lehet, hogy 7,8-at halásznám ki magamnak, aztán később építünk ide egy kicsit lejjebb egy 6,6-osat, illetve ide felfelé építettünk talán egy másikat majd, úgyhogy egyelőre én a 7,8-at választanám. És e felé húzunk egy utat így. Ezt az útrendszert most egyelőre kibővítem így, hogy ezzel mégiscsak könnyebben el tudjunk haladni a farm felé, de később valószínűleg átalakítom majd az egész városképet, úgyhogy ezeket az alapépületeket, amik itt egy ilyen kezdetleges szinten gondoskodnak az ellátásainkról, ezeket majd úgy is le fogom bontani, és valahogy egy jobb rendszer szerint összekötöm az egész várost. Mert most ez a kis semmit nem érő kis apró napelem, meg ilyenek, ezek annyira nem fontosak. Storage modulok, oxigén modul, igazából ezekről így tudunk gondoskodni, ezekről a dolgokról, amik
amiket ezek biztosítanak, szóval ezek már biztosítva vannak nekünk. Legalábbis nem sokára. Nagyobb, rendesebb épületekkel ezeket megoldjuk, aztán ezeket a kis kezdő épületeket pedig lebontjuk a francba. Ahogy igazából ezt a landoló egységet is le kéne bontani majd. Na, és akkor itt elkezdtük termelni a kukoricát, de egyébként hoppá, egyébként úgy volt, hogy építenem kéne még egyet, és igazából azt kéne megnézni, hogy ha ide építenék egyet, akkor 7,2-es értékkel egyébként mindig nagyon szép eredményt érhetek el, úgyhogy én azt mondom, hogy ide építsünk még egy ilyen farmot. És kössük össze őket így. És azért ilyen szellősen építkezek, mert hogyha fejlesztjük ezeket a farmokat, akkor a mellette lévő zónákat ugye még kiterjeszthetik a maguk érdekében. Én úgy tudom, hogy 2 darab zónát lehet még egy ilyen farma befoglalni, szóval összesen 6 darab zóna lehet mellettük, vagyis hogyha úgy gondolkodunk, hogy egy út vezet ki egy ilyen farmról, meg egybe, akkor a mellette lévő plusz 2 zóna az tökéletes lesz arra, hogy maximalizáljuk a területet, amit kihasználtunk ezekkel a farmokkal. Na jó, van, teljesítettük a küldetést, kaptunk érte kornt. Nézzük csak, nanit processzort kell építeni. Ja igen, ez az, ami még korábban maradt feladatunk volt, igen. Hát én idegesen ezt ide megépíteném, nem tudom, hogy hogyan kéne. Egyelőre itt egy egészen jó szerepe lenne, jó pozícióban lenne. Ha megépítjük ide, aztán majd, hogyha szépen beindul a gazdaság, a termelés, akkor majd jobb lesz a helyzet. De most akkor ez alkalommal próbálok arra koncentrálni, hogy egy rendes, használatú úthálózatunk legyen az épületek körül, és ne az legyen, mint az előző állásban, hogy nem tudtam biztosítani a megfelelő közlekedést az embereimnek, mert rosszul alakítottam ki a kolóniát. Hát most választhatnék kaját. Ez micsoda, ez valami nyersanyag? Igen, ez nyersanyag. Hogy ez ilyen trágyázási dolog lesz. Jó, ez mindenképp érdekesnek tűnik, úgyhogy ezt választom. Egy ilyen kolóniára szerintem érdemes lehet egy ilyen anyagból beraktározni, nem tudom, hogy később mi értelme lesz. De úgy látom, hogy a téli időszak az itt is közeledik. És egyébként lehetséges, hogy... mi a fene? Történik valami. Ezt be fogják kapni, ezt tökre be fogják kapni. Nézzük. Hogy lemegy. Gondolom el fog tűnni azért. Mi a fene? Valakit felzavartunk, úgy látom, a kolónia mellett. És ez köpköd ránk valamilyen savat, ami így lehullik, és ez így ártalmas lehet? Hogy ezt nem fedezték fel, ezt a kukacot az előzetes jelentések szerint, és mivel a föld alatti, ezért igazából nem is meglepő, hogy nem vettük észre. De most már itt vagyunk, úgyhogy nem igazán tudunk mit csinálni ellene, tartsuk szemmel. I'm sure you're not the sort of person who would engage in that kind of reckless behavior, but do make sure your colonists are aware of the danger of these sorts of spontaneous field trips. 2 outpostot kell építenünk a következő küldetésben. Na, ezeket már érdemes lenne talán megtartani. Úgyhogy ezeket talán egy olyan helyre építhetném le, ahol végleges pozícióban helyezkedhetnek el. Hát igazából, hogyha olyan helyre építem őket, ahol jó elérést biztosítanak a környező épületek számára, akkor az embereim könnyen eljutnak ezekbe a munkaterületekbe. Így. Ez így végül is nem lesz rossz. Csak igazából én a főutat ebben a vonalban szerettem volna kiépíteni. Nem sokára elérjük azt a szintet majd, hogy egy kicsit jobban alakítható lesz a kolónia, és akkor egy kicsit átfaragatom a kolónia képét. 2 újabb küldetésünk van. Növelnünk kell a tárolókapacitásunkat.
és egy olyan központot kell építenünk, ahonnan embereket hozhatunk be most már a kolóniára. Jó van. Én azt mondanám, hogy próbáljuk meg elmenteni a játékot, és egy kicsit alakítsunk akkor a játéknak a képén, megnézzük, hogy mit tudunk alakítani ezen a városképen, ahhoz, hogy egy végleges formát kapassunk majd később, és rendezettebben helyezhessem az épületeket, úgyhogy nyomunk ide egy elmentést. Ez a Sandy pálya, úgyhogy így mentjük el. Jó, és akkor nézzük, hogy mit tudnék lebontani. Ugye most úgy néz ki, hogy az embereink azok... Azt kéne nézni egyébként, hogy hány ember fér el egy ilyen területen, egy ilyen épületben. Illetve, hogy mennyi nagyot termelek egyébként, ugye, hogy biztosíthassam egyébként Life Support modul. Ez mit csinál ez az egység? Például az erőműveket, azokat tökre lekapcsolnám, mert ezekkel a hőerőművekkel tök jól el tudnám látni a kolónia energiaellátását, úgyhogy ne foglaljuk a helyet ilyen naperőművekkel. Ezt igazából... Ezt a kettőt én itt újra hasznosítanám, illetve hogyha megépítettem a storage modult, akkor azt is, hát ezeket a tároló egységeket is lekapcsolnám, de igazából az oxigén regulátor modult, az simán lekapcsolhatom, hiszen van már egy beáramoltató modulunk, ami gondoskodik az a kolónia légellátásáról, de hogyha igazából ez probléma lenne, akkor ide építetek még ilyet. Szóval most elkezdünk egy kicsit saját utakat járni. De építek egyet ide egyébként, mert ez tényleg szükségesnek tűnik. Legalábbis, hogyha lekapcsolok olyan egységeket, amik szerepet játszottak ebben a feladatban, akkor nem árt, hogyha igen, hogyha helyettesítem valamivel. Na nézzük, ugye itt van a nanit gyártásunk, ezt az intake fant egyébként, ezt a bejövő ventilátort lehet áthelyezni ebbe az irányba. Ha csak nem döntök úgy, hogy igazából minden irányból körülveszem ezt az épületet ilyen ventilátorokkal, de én úgy gondolom, hogy mivel ez egy környező zónát lát el levegővel, és nem az egész kolóniát, ezért nem lehet belőle olyan nagyon sok, szerintem kettő bőven elég, úgyhogy szinte bontsuk le ezt is, és inkább helyezzük át ide. És akkor ezt a környező zónát igazából most nagyon ellátjuk levegővel. Most az, hogy melyik oldalán vannak, szerintem az tök mindegy. Jó, egyébként nanitból van bőven, úgyhogy nem kell félnünk attól, hogy kifogyunk a nanitból. Építsük meg a főutat, ami így fog kinézni, és emellé építetek majd további épületeket később. Például azt a zónát, azt a területet, ahol bejönnek az emberek, a leszálló központot is ide építettem. Viszont úgy látom, hogy a landoló egység az útjában van ennek az útrendszernek, úgyhogy ezt átalakítanám, és igazából ezt a landoló egységet szerintem érdemes lenne egyébként lebontani. Csak ugye ez storage-ként is szolgál egyben, és szerintem ugye az embereknek is otthont adó épületként van jelen. Úgyhogy azt kéne megnézni egyébként, hogy tényleg az hol írja, hogy mennyi a maximális lakos létszámom. Mert fura, mert azt láttam, hogy mennyi a lakosom, az a 28 ember, de hogy mennyi a létszáma, azt így hirtelen most így nem látom át. De hány ember fér el egy ilyenbe egyébként, igazából az a kérdés. 11 kolonistának biztosít lakást. Ja nem. Jelenleg 11-en laknak benne. Bár az is igaz egyébként, hogy hát igazából ezt lebonthatom szerintem, és ideépítetek mellé még egyet ebből. Úgyhogy nagyon szeretnék. Na nézzük, csak akkor azt kéne, hogy ezt lebontjuk. Illetve meg kell építenem azt a tárolóközpontot is, ugye? Ezt a storage modult. Amit szerintem én ideiglenesen csak így ideépítenék meg, aztán később eldönthetjük, hogy ide akarok-e valami mást építeni, vagy sem. Ugye ez az egyik feladatunk most, úgyhogy ezért már is kapunk majd egy utalmat. Illetve ezt le akarom bontani majd, és akkor ide megépítünk mellé még egy ilyen lakóközpontot. Szeretném akkor egy kicsit, mint mondtam, átgondoltabban elkezdeni a kolónia építését, hogy egy kicsit több értelme legyen az utaknak, hogy az úthálózat egy kicsit rendszeresebben működjön, és ehhez szükséges az, hogy ezeket az épületeket akkor lekapcsoljuk, amiket a játék ide rakott nekünk alapból, illetve lebontsuk. És akkor ebben most próbálok egy kicsit saját megoldást találni. Szóval ide építek még egy ilyen lakóközpontot, illetve lehetséges, hogy bár igazából ide a farmra is elmennek az emberek, egészen könnyen, úgyhogy jó nagy zónát lefed egy ilyen lakóközpont. Jó, ez így rendben van akkor.
Szóval ide felépítünk egy plusz százat, és akkor szerintem most már lebonthatjuk akkor a landoló egységet, illetve... lebonthatjuk a különböző tároló egységeket, ilyen raktárokat. Aztán megnézzük, hogy ebből lesz-e valamilyen káosz vagy sem. Itt majd egy utat fogok építeni, amivel összekötöm a bányát ezzel a házzal, de aztán lehet, hogy ezt is egy kicsit átalakítom. Illetve azt nem tudom, hogy még ez az életfenntartó modul... Ja, hogy ez is igazából csak egy ilyen lakómodul lenne. Aha. Hát akkor igazából nincs gond szerintem. Na nézzük csak akkor. Ide építsünk egy utat, hogy azért energiával el tudjuk látni ezt a bányát, hogy ez működjön. És akkor úgy néz ki a dolog, hogy 5 per 16 ember lakik benne, 7 per 16, 9 per 16, szóval akkor ezt is lebonthatom. Illetve van itt egy nagy processzor, amit én építettem már, úgyhogy ennek keresünk egy másik helyet. Szerintem azt nyugodtan berakhatjuk mondjuk ide is akár. De az is igaz, hogy akkor ide ennek a háznak kéne egy jobb elérhetőség. Nem baj egyébként, hogyha építek ide egy utat, hogy ebből az irányból is megközelíthetőek legyenek, mert akkor egy kicsit korrektebb lesz az épületek közti mozgás. Szóval pont azt szeretném elkerülni, hogy ilyen nagyon egyben legyenek az épületek, egymáshoz legyenek építve. Ó, és akkor igazából egészen jól elhasználtam a nanitjaimat, én úgy látom, úgyhogy most várnunk kell, amíg a nanit termelés maximalizálódik, és lesz elég nanitunk arra, hogy folytassuk a küldetésünket. Hát igen, ezzel egy kicsit most lelassult a dolog, mert most már sok mindent nem tudnék megépíteni, de pont ez volt a célom igazából, hogy átalakítsam úgy a helyzetet, hogy... Szóval, hogy átalakítsam úgy a helyzetet, hogy számomra használhatóbb legyen a végeredményében a kolónia. Szerintem még mindig a felderítéssel kapcsolatban történnek az események. Közben pörgetem az időt, hogy minél előbb begyűjtsük a plusznaitokat, hogy tudjunk dolgozni tovább, de én úgy látom egyébként, hogy egy ilyen Migration Center-t már is tudnék építeni, és azt jelenti, hogy ezek a környező házakkal vannak összekötve ezek a központok, amik embereket hoznak be a világba. Aha. Igazából akkor lehet, hogy ezt inkább valóban ide kéne építeni, ha belegondolok. Mégis csak egy központi helyen lennének a kolónián. Hát vagy építek egy másikat is majd később. Jó, akkor viszont átgondolnám a dolgot, ide építek egy főutat. Ezt az utat mindenképp lebontom. Illetve a nanit processzor szerintem útjában van ennek a tervnek, úgyhogy ezeket át kéne gondolni, hogy ez hogy legyen. Illetve a solar panel is egy olyan dolog, ami lehet, hogy útjában van a terveimnek. Én egyébként nagyon szívesen építenék még egy geotermális generátort, mondjuk ide, ezt valahogyan el kéne érni. Hogy ide építessek egyet, vagy igazából fejleszthetném a meglévőt, az is egy jó dolog lenne. Nézzük csak, hogyan... Mibe kerülne fejleszteni? 12 nanitba. Hát upgrade-eljük szerintem, simán jó gondolat. Legyen egy kicsit több energiám, mert akkor lebonthatom a naperőművet, ami ki van téve a tél hatásainak. Hogyha ennyi körülöttem lévő ilyen geotermális generátor van, hát úgy látom, hogy távozik a felderítő egység. Szóval, hogyha ennyi geotermális generátor van a pályán, akkor nem feltétlenül kell nekünk naperőművekre támaszkodnunk, úgyhogy szerintem jó az, hogyha ezeket upgrade-eljük. Én ezt le is bontanám. Hát amint sikerült upgrade-elni, hát igen, ennek van hatása, ez így egészen jó. És akkor a főút hálózatot pedig ebbe az irányba folytattam tovább egyébként. És akkor ide építetünk majd szerintem egy ilyen migration központot. Vagy ide le. Még az is egy jó gondolat lenne szerintem. Ezt átgondoljuk majd még megint. Csak ugye akkor a construction drone hubot kéne áthelyezni máshova. Vagy hát gondolom ide fentre egyébként talán. Az lenne a célszerű.
Hát az egyiket mindenképp át kell helyezni, és végül is igen, ez tényleg egy központi hely lehetne a kolóniának, mint ez. Úgyhogy akkor a Construction Drone Hubot helyezzük át máshova. Ezért mondtam, hogy örülnék egyébként, hogyha a játék nem adna ilyen kezdő épületeket, mert én jobban szeretem magam eldönteni, hogy hogyan tervezem meg a kolóniát. Egyébként hogy néz ki a dolog? Egy kettes szintűt 22 nanitból tudnék felépíteni. És itt nekem alapból egy kettes szintű ilyen nem van, úgyhogy hogy legyen így. Jó az, hogyha a nanit processzor mellett van egyébként, mert ez így körülbelül egymáshoz kapcsolódó épület, úgyhogy elhelyezkedésében ez így végül is korrekt. Viszont egy... Hoppá, lehet, hogy ezt még semmit kéne, egyébként azon gondolkodok, hogy... Ha itt van egy ilyen főutam, akkor igazából lehet, hogy ide kéne megépíteni. Ide, mert akkor igazából itt kialakíthatok egy ilyen négyes csomópontot megint. Aha. Mert úgy tudom garantálni, hogy egy épülethez legalább két bejárati út csatlakozzon, hogyha mindegyiket ilyen sarokra teszem és négyes utakat. Négyes blokkokat hozok létre. Úgyhogy igazából ez lehet, hogy egy hülyeség volt, akkor ezt igazából cancelezzük le. Nem tudom lecancelezni? Na most már nem. Elég szomorú. Akkor viszont le kéne kapcsolni az építő modult. Ha lehet ilyet egyáltalán egyébként, de get deactivated. Ha. Jó, mindegy. Hát akkor így jártunk, de egyébként tudok építeni még egyet, nem gond. De igen, átgondolva jobban, jobb lenne, hogyha ide építeném. Szóval ezt újra hasznosítjuk. Az új drónközpontot akkor megépítem ide, és akkor ez most már körülbelül végleges lesz, remélem. Pocsékolunk, de igazából itt a játékban azért elég sok anyag. Egyszerűen befolyik hozzánk, úgyhogy nem kell aggódni amiatt, hogy nyersanyag hiány lesz. Oké, szóval így néz ki most a kolónia, ezt a fölösleges utat innen lebontjuk. A Migration központot akkor megépítjük ide. Igen, nem rossz, nem rossz. Központi helyen lesz. És akkor vegyük körbe úttal a leendő területeket. És akkor így alakítjuk ki a kolóniának a képét, hogy rengeteg úthálózatunk lesz benne igazából. És akkor még ezt a házat kéne innen eltávolítani, de szerintem az tökéletesen jó helyet kapna ezen a blokkon, és akkor ez egy ilyen lakóközpont lehetne. Vagy ide lehet, hogy egy szórakoztató központot kéne építenem, és igazából itt is megépítetném a házat. Igazából azért, mert ha elosztom ezeket a lakóhelyeket jobban egy kicsit, akkor a munkások is oda költözhetnek a mellé, az épület mellé, ami mellett dolgoznak. Szóval így egy kicsit játszhatunk akkor az elosztásokkal. Most azért jó sok feladatot adtam egyébként az útépítéssel meg mindenre, úgyhogy most lassan haladunk. Úgy látom, hogy alacsony az ételtermelésünk, pedig elég sok kajánk van, de lehet, hogy a tél miatt állt be ennyire a dolog. Lehet, hogy építenem kéne egy melegházat is a zónára, a területre. Bár egyébként növekszik az ételtermelés most már, úgyhogy ezzel csak nem lesz gond. Kaptunk egy kevés nanitot. Remélem, hogy ezzel az egésszel, amit most csak nem zúzom szét a kolóniámat egyébként. Újabb küldetés. Egy zöld házat vagy egy farmot kéne upgrade-elni. Illetve el kéne énem az 50-es népesség szintet. Jó, szerintem upgrade-eljük akkor a farmjainkat. Igazából mindkettőt upgrade-elhetjük szerintem. Mert ha van rá nyersanyagunk, akkor tegyük meg. Másrészt pedig... Hogyha megint jön egy tél, akkor nem árt, hogyha fel... veszünk egy kis tartalékot a következő időkre. De lehet egyébként, hogy még egy táruló rendszert be kéne vezetni a kolóniába. Vagy valamilyen táruló egységet egyébként behozhatnak, ja. Lehet, hogy ide megépítem a következő házat, hogy itt a gyártóközpontok mellett legyen egy ilyen lakórész szintén. Legyen itt egy, igen. Illetve akkor ezt újra kéne valahogy. Ja, ezt már kértem, hogy ezt már hasznosítsuk újra, remek. Jó, és akkor ez így mégiscsak jobb lesz, mint hogy alapból elhelyezte nekem az épületeket a játék, és akkor ez így végeredményében helyesebb volt, azt hiszem, hogy egy kicsit alakítottunk, és vettük rá a fáradtságot, illetve meghoztuk azt az áldozatot, hogy egy-két épület le fog kapcsolni, illetve egy kicsit nehezebb lesz a start. De akkor most egy szép úthálózatunk van, és akkor innen kezdve már sokkal jobban folytathatjuk a kolónia építését. Egy kicsit problémás lehet az, hogy itt az úthálózatok nem egyenesen folynak tovább, de ez nagyon részletkérdés, szerintem a játék nem érzékeli. Egy
kicsit eltoltuk ezzel a kolóniát, de végül is így logikus a kiépítés, mert egyenesen vihetjük tovább az utat a farmhoz, és nem hiszem, hogy szükség lenne arra, hogy egy ilyen nagyon négyzethálós kialakításban dolgozzunk. Bár lehet, hogy jól néz neki. Hoppá, szedjük már fel, hogyha már itt van egyébként. Szóval, hogyha így adnak egy ajándékot, akkor csomagoljuk ki. Na és akkor a következő feladatunk... Hozzunk be 6 embert. Úgy látom, hogy a storage az tele van. Nadítokat nem, nincs hely nekik, úgyhogy csak az embert választhatom. Oké, mivel lebontottam ugye a tároló dolgokat, ezért érdemes lenne egy újat építeni valahova. Hát esetleg ide megépítetném. De az is biztos, hogy... Aha. Idéglenesen létrehozhatok ide egy másik tároló központot. Ide amúgy sem szeretnék nagy dolgokat létrehozni, úgyhogy egy ilyen kis tárológócot ide létrehozunk, ez így jó lesz. Így legalább most már van helyünk több mindenek a tárolására, akár kaját is tárolhatunk, remélem kajatartalékot. Na nézzük csak, itt van a vízpumpa, ami úgy látom, hogy most már nem feltétlenül fedezi az igényeinket, vagy csak nem dolgoznak benne elegen. Hát most lehet, hogy upgrade-elni kéne a vízpumpát. Hát próbáljuk meg, hát ha segít valamiben. De én ezt már kiadtam, hogy összedjük fel. Vagy most jött egy másik? Lehetséges, hogy most jött egy másik. Új küldetésünk van, hogy szedjük fel a kárgót. Oké. Ez igazából tök jó, mert előre felszedtük. Viszont úgy látom, hogy egyébként energiával problémáink lesznek nem sokára, úgyhogy haladjunk egy kicsit a dolgok elébe. És vagy upgrade-eljük még magasabb szintűre ezt a geotermális generátort, vagy építsünk napenergiából napelemeket. Igazából azért, mert azok automatikusan működő épületek. Hogyha azok automatikusan működnek, akkor nem kell beléjük embereket áldoznom, nem kell munkaerőt áldoznom azért, hogy működtessük őket, ami azért mégiscsak hasznos lenne. Ide már nem tudok építeni, úgy látszik. Úgyhogy a napelem rendszeremet, itt nagyon blokkolva van minden. Erre elhozhatok egy utat, egy úthálózatot, de itt már megint blokkolva van a zóna. Sőt, itt igazából már minden blokkolva van. Aha, úgyhogy itt úgy látom, hogy ide építhetek, és igazából ennyi. Szóval ezekre a területekre építhetek, akkor viszont az úthálózat szerintem fölösleges. Hogyha ezek automatikus épületek, akkor nem kell beléjük ember, akik dolgoznak benne, úgyhogy igazából az út sem kell, úgyhogy igazából bontsuk le a francba utakat, és építsünk ide csak napelemeket erre az oldalra. Illetve, hát nem biztos, hogy két bejövő ventilátor elég lesz. Bár igazából ennek a területnek az légellátására csak elég lesz. Ennek a gúznak az ellátására. Úgyhogy lehet, hogy ezt nem kell túl gondolni. Jó, van, akkor jöjjenek az energiáért felelős naperőművek. Szerintem most elég, hogyha egyelőre csak egyes szinteket építek, és én ide építenék egyet-egyet. Aha, jó, mondjuk akkor egy utat meg kéne építenem. Jó, akkor így építek kettőt. És akkor ezzel biztos, hogy hosszú távon kielégítettük az energia szükségletünket. Egy kereskedelmi központot kell építenünk, amit most vagy ide építenék, végül is itt is vannak házak és munkások, vagy ide építem a migrációs központ mellé. Csak ugye az a baj, hogy itt van már ugye egy ilyen épületünk, amivel megtörném gyakorlatilag ezt a négyes kócolást, amit elkezdtem kialakítani a játékban. De ide is építettem egyébként. Bár igazából az út az olyan szép egyenes maradhatna. Ja, szerintem ide építem, az úgy egészen jó lesz. Jóban, maradjunk ennél, hogy ide megépítem, és vegyük körbe utakkal. Ez lehet, hogy egy kicsit pocséklásnak tűnhet. Építsünk mellé egy raktármodult is. Hol van a raktározó rendszer? Ez itt van. Mert végül is a kereskedőközpont mellé jól néz ki, hogyha van egy raktármodulunk, azt hiszem. De igen, akkor ezzel tényleg egy kicsit megtörtük ezt a négyes rendszert, amiben dolgozunk. Igazából annak érdekében, hogy a kolóniának egy kicsit alakítsak a képén, itt is megtörhetném ezt a rendszert, illetve egyébként, hogyha nem itt kezdtem volna kialakítani az épületeket, akkor ezt az egészet áttolhattam volna arrébb. Na mindegy, mindegy, most már nem építem át. És biztos nem. Bár igaz, hogy simán megtehetném, majd meglátjuk.
Rengeteg kaját termelünk, az egészen jól működik, szépen felhalmoztuk a kaja készleteinket, úgyhogy a következő tél ideje alatt nem lesz gond ezzel. Viszont úgy látom, hogy a víz az még mindig lefelé megy. Úgyhogy ezzel lehetne valamit kezdeni. Közben jönnek az emberek. De én nem értem, miért van kevés vízünk. Mintha nem dolgoznának benne elegen? Hát igazából még kéne egy munkás. Építsük egy újabb ilyen vízközpontot. Igazából lehet oda kéne építeni, ahol sok a víz, persze. Szóval valamilyen területre kéne építeni, ahol rengeteg vizet tudunk szivattyúzni. Nem pedig ide a sivatag közepére, ez volt itt a hiba. Aha. Jó van, viszont akkor át kéne alakítani a dolgokat. És... Aha, 18-as vízszivattyúzás, úgy látom egy egészen jól elérhető, megcélozható maximum lenne. Úgyhogy ide építsünk egyet szerintem. Illetve akkor ezt a területet ki kell használnom maximálisan vízgyűjtésre, ezt viszont akkor le kéne bontani. Ugye amit lesz az embereknek kapacitásuk, akkor rögtön ráállhatnak erre. Kereskedjünk, azt mondja. 400 kukoricát kéne kereskednünk. Jó, hol van ez a kereskedő fül? Mert itt vagyok a kereskedelmi trade hubban. Ja, igazából itt megmondja, ha. Melyik volt az, amikor én adok, és mit kell, mi az, amit kapok? Nem, hogy itt van baloldalt, amit én adok egyébként? Hát felett ugye, próbáljuk meg ezt egyébként. Azt mondja, hogy van egy ilyen lehetőségünk, érjük az 50-es populációt. Jó, az ételtermelésünk most még így is pozitív egyébként, nem rossz, nem rossz. Tél közepén. Az energiatermelésünk sem annyira vészes, viszont egyébként egy energiatároló modult kéne építenünk szerintem még, ami mindenképp hasznos lenne, úgyhogy ide esetleg két ilyen energiatárolót létrehozhatnék. Hát vagy igazából ide pont egyet így. Aha, lehet, hogy egy most ide elég lenne. De akkor csináljunk egy ideiglenes utat ide hozzá. Ha legközelebb, vagy valamikor esetleg energia problémáink lennének, akkor meg tudjuk oldani a helyzetet egy ilyen energiatárolóval. Csökken a víz nagyon. Hoppá, elfelejtettem villámhárítót építeni mondjuk. Jó, az ilyen dolgokra nem figyelmeztet a játék, mert ezeket már egyszer megtanultuk, de egyébként tökre csináljuk meg a villámhárítónak a megépítésére is szükség lesz. Úgyhogy nézzük csak, hova tegyem le, oda kéne egyébként, ahol van plusz helyem, amit ennek szentelhetek. Illetve azt is figyelme kell vennem, hogy hova szeretnék terjeszkedni a későbbiekben. Hát igazából ide megépítettem, mert itt csak ilyen egy-egy kocka van, amit felhasználnék. Így, meg is épült. Jó, még időben rájöttem, nem történt semmi gond, úgyhogy teljesen király, hogy van egy ilyenünk. Illetve, hát most az energiával is jók vagyunk egy ideig, de azért kéne még egy kis plusz energia szerintem, mert egyébként... Hát ilyen téli időszakban problémás lehet a dolog, hogy építsünk inkább két darab napelemet még ide, azokat, aztán ezt a napelem gózot így upgrade-elgetjük egymás után. Így. Ugye ezekben nem kell munkás, mert automatikus épület. Inni. Jó van, most kimaxoltuk szerintem az energia termelésünket, amennyire csak lehet. Nézzük csak, hogy úgy látom, a kukorica termelés az működik. Illetve a kukorica kereskedelem az szépen halad. Illetve az 50-es populáció elérése is egy elérhető cél lenne nem sokára. Egy dolgot alakítanék még a kolónián egyébként, amit korábban mondtam, azt most rohadtul megcsinálom, nem érdekel. De mégis átalakítom úgy a kolóniát, ahogy mondtam. Egyébként igen, van rengeteg nagyítom, úgyhogy megteltem, illetve annyira sok nincsen, de termelünk sokat, úgyhogy nem gáz. Jó, és akkor ide átteszem ezeket az épületgócokat. Ezeket újra hasznosítom. És akkor végül is meg lesz az a négyzethálós rendszer, ami
amiben egy kicsit értelmesebben tudom elhelyezni az épületeket. Itt, egyedül itt törtünk ki ebből a rendszerből, de az nem olyan nagy probléma, azt hiszem. Na, jó van, és ugye akkor ezeket az épületeket kéne áttenni. Hogyan kéne őket elhelyezni? Talán ide jó lenne. Egy. Igazából egészen olcsó lehet építkezni ebben a játékban, az a szép benne, hogy nem nagyon kell foglalkoznunk azzal, hogy hogyan állnak az épületek. Illetve azzal, hogy hogyan építettünk meg egy épületet, de azzal, hogy hogyan állnak azzal, igen, pont azon gondolkodom, hogy ez miért ilyen furcsán áll, és hogy miért nem tudom elforgatni, miért abba az irányba akar nézni. Egyébként nem baj, azt hiszem, hogyha egy kicsit változatosabb lesz a dolog, végül is. Akkor ezeket a utakat, amik itt fölöslegesen vannak, ezeket igazából újra is hasznosíthatom végig, mint egy szálig. Hogyha később lesz itt valami, amit ide szeretnék építeni, akkor majd megépítjük. Na. Jó van, és akkor nézzük, mi a következő küldetésünk. Exportálnom kell 150 darab kukoricát. Vagy mi ez? Ez nem ez, ami más? Lehet egyébként... De igazából van, csak most egy másik küldetést teljesítünk. Ez nem is kukorica egyébként, a kép alapján nekem annak tűnt. Nem, ez tökre más. Mindegy, ebből termelünk, és ebből van sok, úgyhogy a... Egyébként nagyon szépen felment a víz termelésünk azzal, hogy ideépítettük meg a vízpumpánkat a gazdag, a vízben gazdag területre, úgyhogy ez egy jó döntés volt. Hoppá, 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 hoppá. Úgy látom, hogy kevés az a házunk. Építsünk egy habitatet. Hát én nem azért mondom, de hogyha ideépítenék egy habitatet ennek a két háznak a helyére, akkor az tök királyhúzás lenne. Úgyhogy ideiglenesen én arra gondoltam, hogy lehet azt kéne csinálni, hogy építek két házat, amiben az embereim ellennének, és aztán a habitatet meg megépítem ide. Egyelőre szerintem ledobok két házat így ide. Ezeket akkor lebontjuk. És akkor ide építünk egy ilyen jó nagy habitatet. Aztán, hogy ezt lehet-e upgrade-elni, szerintem az nem biztos. Mert igazából az lenne, hogy ezt végig lehetne egy ilyen hatalmas felhőkarcolóvá upgrade-elni. De egyelőre maradjunk a habitatnél, ez egy jó dolog lenne ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű lakást biztosítsuk az embereknek így. Jó, és akkor a habitatet már is körbevehetem utakkal. Minden irányból elérhető minden épületem, szép, szép városi kialakítást építünk ki. Vannak leszállópályáink. Na, és akkor elméletileg így most már bőven van helye az embereimnek. Hoppá, a storage kapacitást kéne növelni, úgy látom. Valahogyan fejleszteni kéne, de lehet, hogy nem lehet. Egy nagyobb ilyen storage dipotot lehetne építeni. Igazából itt lenne jó helye, úgyhogy ezt bontsuk le. Két ilyen házban egyébként 16-an lakhatnak, ebben meg 36-an. Szóval akkor igazából ezeket lebonthatom. És akkor egy ilyen nagy tárolóközpontot építek ide. Éni. Egyébként nézzük meg, hogy milyen értékeket mutatnak például az... Hát az elérése az épületeknek az teljesen király. Itt úgy látom egyedül csak a vízpumpát érjük el nehezen, mert szerintem túl sok ember dolgozik benne, és ez az egy út, ez kevés hozzá, illetve lehet, hogy az a probléma, hogy a farmokon át kell jönni. Aha. Ez igen, ez tényleg probléma lehet. Viszont az is igaz, hogy... Hát lehet, hogy egy ilyen másik út hálózatot kéne ideépítenem, hogy jól elérhető legyen a... Jól elérhető legyen a zóna. Ide így osonjunk be egy úttal. És ugye az a probléma, hogy a farmok azok minden helyet szeretnének kihasználni, úgyhogy ha ide behozok egy utat, akkor az problémás lehet azért. Hát pedig ez lenne a megoldás igazából, mert ide tényleg egy utat, külön utat kéne behozni ennek az épületnek. Jó van, szerintem hozzuk be akkor így. Nem igazán tudok mit csinálni.
De akkor viszont a farmokhoz is más úthálózaton átjöhetnék. Igazából, ha belegondolok, akkor tökre megtehetném. Na várjunk csak, akkor az egészet átalakítom inkább mégis. Hú, ezt egyenként kell lekapcsolnom, ez hú de gáz. Mondjuk lehet, hogy erre van valami gyors gomb. Kevés a hely, pedig úgy emlékeztem, hogy vagy túl sok ember jött a kolóniába, és ezért mentek el a emberek a kolóniából. Jó, ennek ez biztos, hogy nem tett jót a megítélésemnek. Nézzük csak. Jó, akkor menjünk vissza egyébként, és nézzük meg, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy kellő mennyiség ember legyen a kolónián, elszállásolva. Hát ide építhetnék egy ilyen nagyobb lakóházat. Igazából, hát ide megépíthetem. Ja, igazából ide építem meg, mert innen az itteni város tudnám lefedni egyébként, úgyhogy ez így mindenképpen jó dolog lenne szerintem. Hoppá, elfogyott a nanitom. Akkor ezt lehet, hogy ne építsük meg. Jó, de én biztos, hogy nem panaszkodnak majd. Oh yeah! Én nem tudom, hogy ez mit csinál, ilyen savat bombáz szét a kolónián. És akkor be kéne hozni az úthálózatot innen, és igazából az lenne a cél, hogy az úthálózat a farmokat is összekösse, de emellett ugye közvetlenül becsatlakozzon magába a vízpumpába, és inkább a farmokat érjük el nehezebben szerintem, mert úgy látszik, hogy a farmokat nem olyan kínos elérni. Ha így hozok egy úthálózatot így, és ezeket az úthálózatokat lebontom, akkor oldalról becsatlakozunk a farmba. Bár, nem jó, tökre nem jó, úristen. A farmnak nem lesz elég lehetőség arra, hogy terjeszkedjen. Aha, ez így egy hibás gondolat volt. A farmba mindenképp úgy kell becsatlakozni, hogy egy ilyen úttal. Ekkor van meg a farmnak a kellő lehetőség ahhoz, hogy a körötte lévő zónákat kihasználja teljes mértékben. És akkor ezeket az utakat lebonthatom. Jó, hát ez most egy kicsit bonyolultá tette a dolgot. Oké, na ez az, amit én el szerettem volna. Én nézzük meg, hogy így milyen a... Hú, ezt a farmot nagyon nehezen érjük el most. Ennyire nem király. Ennek is biztosítani kéne külön bejáratot. Igazából igen, úgy látom. Így esetleg. Hát jó, hát akkor lehet, hogy ez így lesz jó, megfelelő. És valahogyan ösztönözzük rá a játékot arra, hogy ezeket a farm pontokat helyezze már inkább át valahova, ahol értelmesebb lesz. Ja, hát akkor ebben maradunk, szerintem így egy darab farm igazából meg tudja építeni a számára szükséges 6 darab farmot maga köré. Úgyhogy ez így végül is jól működik. Jó van, akkor ez marad. És így most már szerintem elérjük az épületeket rendesen. Hát ennek az épületnek az erejét nem tudok változtatni. Messze van, igazából annyi, hogy messze van a munkásoktól. Ide lehet, hogy építenem kéne majd egy ilyen lakóközpontot ide a farmon dolgozó emberek számára. Na nézzük, hogy áll a bűnözésünk. Van egy kis bűnözés. Úgyhogy igazából ezt ki lehetne javítani. Egy ilyen drón modullal. Hol vannak a drónok? Itt van. Egy rendőrségi drón központot kéne építeni. Nagyjából a város közepén szerintem jó lenne. Építsük meg igazából a másik drónközpont mellett, itt lenne egy másik drónközpont, teljesen jó. Ezzel lecsökkentjük nullára a bűnözést szerintem. Na nézzük csak. Három bármilyen épületet építhetek, ebből egyik az a rendőrségi lesz. El kell érnem a 100-as létszámot, illetve, hogyha befejeződik ez. Export 20 gold, nekem nincs több aranyom, egyébként lehet, hogy... Ja, hogy ez volt a feladat, amit én kijelöltem, ezt nem vettem észre korábban. Aha. Ja, hát akkor az arany exportálásra most nem állunk át, inkább rámegyünk erre a feladatra, ami igazából az igazi feladatunk lenne. Nézzük csak, csökken az étel, mert tél van, legalábbis egy ilyen téli időszak, úgy
tűnik. Hoppá, itt viszont egy... Meg kell javítani egy épületet. Leköpte savval a... izé... a hatalmas kukac, ez volt az ő fegyvere. Ez volt az ő hátránya. Oké. Hát a százas populációt érdemes lenne elérnünk egyébként. Én úgy látom egyébként, hogy szépen haladunk. Mit kéne még építenem egyébként, ami nagyon jó lenne? Mondjuk egy szórakoztató központot építhetnék valahova. Azt lehetne. Illetve lehet, hogy ezeket a farmokat még upgrade-elhetném egy végleges formában. Hogy elérjük a maximális fejlettségi szintjüket. Nézzük csak. Tökéletes, nem rossz, nem rossz. Most hány farm tartozik hozzá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farm tartozhat egy ilyenhez. Érdekes. Nem tudtam, hogy 7 tartozhat hozzá, de akkor ezt mondjuk már el, hogy valahova máshova ültesse át. Miért nem ide ülteti? Így. Mindegy. Ide úgyis majd ilyen vízpumpákat szeretnék telepíteni erre a területre. Mert ezzel lehet, azon a területen lehet jól használni ezeket. Illetve emelhetek a vízpumpálás szintjét, de most a plusz egyes egyenleg az egészen jó. Úgyhogy azzal nem foglalkoznék akkor így mégsem szerintem. Ó, hogy kaptuk egy ilyen Scrabble drone hubot, amivel leszedhetem az épületekről a valamilyen fertőző izét. Szerintem lehet, hogy ez az, amit láttam már ilyen bemutató képeken, hogy ilyen idegen lények megtelepednek az épületeimen. Szóval szerintem építsünk egyébként szórakoztató központot, mint mondtam korábban. Azt kell megtudni, hogy ez hol van. Itt a lakóközpontok vannak. Itt az ilyen ipari központok. Itt a kikötők. Ja, itt van. Szolgáltatások. Például egy ilyen várt, vagy egy parkot építetnék valahova. Park az ideig egyébként egészen jól néznek ki szerintem, úgyhogy építsünk ide egy parkot. Aztán amennyire lehet, ezt is körbevesszük utakkal, de nem nagyon tudjuk ennél jobban. Ja, hát ezt a zónát nem tudom, csak itt ezt a pontot. De ja, akkor igazából kész a park rész, ez majd segít abban, hogy egy kicsit jobban érezzék magukat az emberek. Én úgy láttam egyébként, hogy egész jók vagyunk, minden értékünk nagyon stabil. És azért ez egy sokkal királyabb kinéző kolónia lesz, mint az előző. Bár lehet, egy kicsit sok az út benne, fölöslegesnek tűnhet, de így legalább jól néz ki. Na nézzük, kórházat lehetne építeni egyébként még talán, bár az embereim jól el vannak, úgyhogy lehet, hogy ezt így mégsem. Mindenki örül és virul, azt látom. Na, plusz 9 embert hozzunk be a kolóniába. Illetve nézzük meg, hogy hogy állunk, de nem sokára a populáció megint eléri a maximumot, viszont az ételtermelésük viszont kiemelkedően jó. Mert felupgrade-eltem maximumra ezeket a farmokat. Ennél jobban már nem tudom upgrade-elni őket, viszont tényleg 7 darab farm lehet körülötte. Amivel nem számoltam, de végül is jó, mert ha csak egy út megy be a farmhoz, akkor a 7 az végül is tartható. Csak akkor valahogy úgy kéne átgondolni a dolgot, hogyha kivenném ezt az utat, akkor lenne igazán jó. Lehet, hogy egy ilyen téli kertet is építhetnék, hogy ne csapadjon meg nagyon az ételtermelésünk a téli időkben. Lehet, hogy most igazából mást is lehetne termelni, brokkolit, vagy ilyen búzaszerűséget, kukoricát. Bár az igaz, hogy ez az a növény, ami igazán jól terem, de hogy változatosabb legyen egy kicsit az étkeztetése a kolóniában lévő lakosoknak, lehet, hogy egy ilyet kéne. Valahova azt mondja 3,2 télen, 6,0-6,8 egyéb időszakokban. Bár az is igaz, hogy úgy kéne megépíteni ezt az egész farmrendszert, ezt a farmrészt, hogy az utak azok mindig külön menjenek el az épületekhez, és hogy ne egymáson át, mint itt. Szóval addig jó, amíg itt az út az közvetlenül megy ezekbe az épületekbe, de például akkor erre az útra szerintem nem lesz szükség. Hogy valamilyen bevezető útszakaszokat kéne kitalálni ide. Illetve ide építették majd egy geotermális erőművet még. Aha. 300 kukoricát kéne exportálni? Ezt nem látom. Vagy lehet, hogy ez az?
rizset kéne exportálni. Úgy látom, hogy ez volt a... Várjunk csak. Importáljunk 300 kukoricát. Igen, ez volt, ja. Elkérjünk a 100-as populációt, az megvan. 24-re kell növelnünk az ételbehozatalunkat. Jó, hát akkor tényleg a farm rendszerünket kell növelnünk most így a jövőben, úgy látom. Jó van, az azt jelenti, hogy szerintem azért szálljunk időt arra is, hogy... illetve figyelmet arra is, hogy... hogy ezt a nagyon jól elvizesedett zónát még ki tudjuk használni később is a vízpumpáinkkal. Egyébként, ha belegondolok, szerintem ott rontottam el, hogy ilyen gerincútrendszert kellett volna itt is létrehoznom, és igazából úgy kellett volna dolgoznom, hogy ide behozok ide gerincutat így, és csak egy-egy úttal lépek be az épületekbe, azokba az épületekbe, amik termelő épületek. Így. És nem közvetlenül kellett volna bevezetnem az utat ezekbe az épületekbe, ahogy itt is tettem, hogy itt létrehoztam egy utat, és így behoztam ide. Szóval igazából ez lett volna talán a jobb megoldás. Aha. Ez esetben viszont lehet, hogy ide kéne építenem egy farmot még. Ez egészen jó hely lenne, hogyha ide építek egy utat. Nézzük csak meg úgy. Hogy 5,4-es termeléssel dolgozna itt egy ilyen. Ugye ez ne feledjük el, hogy ez egy másféle. Jön, és nekem kukoricát kéne. Ja nem, nem, igazából tök mindegy, mit csinálok, azt termelök, amit akarok. A 7,8 az nem rossz egyébként, szóval ez egy egészen jól ültethető zóna. Jó, akkor átalakítanám a rendszert. Ezeket az utakat lebontjuk. Ide építek utat. Illetve... építenem kell egy drón központot, egy ilyen építő központot, még valahova ide is, hogy a farmokat, azokat egész évben be tudjam építeni majd ennek a területnek a mélyére. És igazából ide valahova létre kéne hoznom valamilyen lakóközpontot is. Mert az embereket jobb lenne, hogyha így el tudnám küldeni dolgozni egy közelebbi pontról ezekbe a zónákba. Úgyhogy azt kéne csinálni, hogy építünk egy... habitetet esetleg, vagy valamilyen tier 2-es habitetet valahova. Mégiscsak jobb lenne, hogyha itt lenne egy ilyen lakóközpont. Itt eddig elférhet egy 4-es modul. Szerintem, hogyha ide építek egy lakóközpontot, az úgy jó lenne. Szerintem egy kis habitet elég lesz a farmon dolgozó embereknek. Jó van, hát remélem, hogy majd ide jönnek a munkások, és akkor így mégiscsak növelődik majd, növekszik majd végső soron a farmon dolgozó embereknek az elérhetősége. Jó, és akkor egy drónhubot építsünk még valahova. Egy olyan drónhub kéne, ugye, ami a farmon lévő épületek felépítésért felel. Ezt is valahogy ide oldalra kéne megépíteni igazából, szóval lehet, hogy most csak így ledobom ide egyébként. Hol vannak a drónok? Ezt mindig elfelejtem, hogy ez hogy van. Ezek a képek nekem semmit nem mondanak. Egy ilyen construction hub-ot kéne ideépíteni. És azzal, bár hogyha ideépíteném valahova, akkor tényleg az egész farmot. Farm zónát lefedhetném vele. Valahova így kéne kigondolni a dolgot végül is. Itt tökéletes lesz majd egy úthálózat, hogyha itt jövünk be a farm részre, úgyhogy ez egy ilyen gerincútnak tökéletesen megfelel, hogyha ezt így kitalálom. Ezt így építem meg. És amint megépül ez az út, azután ezt az utat le is bonthatom, hogy szabadjára. Hát szabadon engedjem a farmnak a létrehozatálához. És igazából ide még építetek farmokat, ha szeretnék, de igazából ez lesz az a jó rendszer, amivel maximálisan biztosíthatom a farmoknak a termőterületet. Ide pedig sok-sok vízpumpát építetek erre a zónára. Ez egy ilyen vízpumpa rész lehet majd.
Csak ugye akkor most jönne az, hogy valahova ezt a drónhábot meg kéne építeni. Ugye az a baj, hogy magát a drónhábot se tudom oda felépíteni, ahol jó lenne, úgyhogy tényleg létre kell hozzom egy ideiglenes drónhábot, hogy aztán építsek egy végleges drónhábot, úgyhogy szerintem az ideiglenest megépíteném. Hát mondjuk itt, mert itt amúgy is jó helyen lenne, hogyha nem ideiglenes lenne. Ide felállítjuk, és akkor a végleges drónhábot pedig majd ide fogom megépíteni, így, nem sokára, csak előtte ugye magát a víztermelési rendszert kéne átgondolni még, mert szerintem egy-két vízpumpa még biztos, hogy jól jönne, szóval ha ide építenék vízpumpákat így sorban, akkor hogyha ide behozok egy utat közéjük, akkor jól elérhetőek lesznek a vízpumpa üzemek a munkások számára. Ugye ezt az utat kibontjuk, már most egy ideig lennesen meg fog szűnni a kapcsolat a víz ellátmánnyal. Illetve hoppá, itt nem fettem le villámhárítóval a zónát. Ezt hogy kéne? Mert hol van a villámhárító? Ez az? Igen. Hát most ezt vagy ide rakom, vagy... Hát igazából szerintem a drón központ mellé kéne raknom, ha belegondolok. Úgyhogy ja... De egyelőre ez lesz a megfelelő megoldás. Ez a farm ez jól szétterjesztette a kis területeit, farm zónáit. Hú, és úgy látom, hogy tartalék energián lennénk most már lassan. Kapcsoljuk be az energia, az akkumulátort, amit ugye direkt azért építettem, hogyha egy ilyen téli időszak jön el, akkor ne legyen problémánk az energiával. Hogy van? Itt van. Jó van. Nem tudom, milyen épületeknek volt energiája, de most már van mindenkinek. Jó, és akkor mivel energia problémánk akadt, ezért úgy gondolom, hogy időszerű lenne egy ilyen geotermális generátort építeni ide. Aha, ugye ahhoz előbb meg kéne építenem a végleges drón építőt. Jó, hát a kérdés az, hogy legyen. Ide mindenképp szeretnék egy utat egyébként. Az emberek elérhetősége az hogy van? Ezt az zónát még nehezen tudják megközelíteni, de szerintem pont azért, mert távol van bármilyen lakóépülettől, úgyhogy ebbe a körzetben valahova építenem kell egy ilyen hatalmas lakóközpontot a farmon dolgozó emberek számára, majd valahova ide megépítjük. Illetve, hogyha ezt a gócot kiépítettük, akkor... akkor meg kell építeni majd a construction hubot is, vagy mit, draw hubot. Szóval ide vízpumpákat terveztem, de igazából egy darab ilyen drónhub elférne itt akár. Azt kell csak figyelembe venni, hogy itt 3x3-as kockákkal dolgozunk már a farm részen. Úgyhogy ha 3x3-as kockákat használunk, akkor például, hogyha ide építek egy ilyen nagy lakózónát, akkor marad mellette 5 darab hely, amit felhasználhatok. Például construction drónhubnak akár. Vagy hát itt van egy ilyen izénk is, ugye egy ilyen erőművünk, ami itt lesz majd. Bár ez egy kicsit megtöri majd a rendszerünket, mert nem tudjuk szabályozni éppen, hogy... Hát nem tudjuk beleilleszteni ebbe a 3x3-os rendszerünkbe szerintem, amit használunk most. Ez biztos, hogy ide valahogyan el kell hoznom egy utat? Ide felépítessem magát az erőművet, illetve az erőmű köré kell majd építenem ilyen bejövő ventilátorokat. Hát nézzük, csak azt mondja, hogy 3x3. Jó, hát elméletileg az lesz a megoldás, hogy ide építünk majd egy újabb habitatet, de majd meglátjuk később, hogy alakulnak a dolgok. De igazából az lenne a cél tényleg, hogy ezt a vízpumpás területet jobban ellássuk majd. Oké, meg kell nyerni a választásokat, és egy kutatóközpontot kell építeni. Körülbelül itt hagytuk abba az előző részt is, és szerintem most is körülbelül ott tartunk, hogy mondhatjuk azt, hogy körülbelül ennyi lett volna az Even Colony. Hoppá, ide valamiért nehezen jutnak el az emberek. Ez érdekes, pedig itt laknak. De még egy-két dolgot meg szeretnék építeni mindenképpen. Mielőtt kimondjuk azt, hogy akkor mostanra vége. Ide még megépítenék egy ilyen geotermális erőművet, amivel stabilizálhatom a következő tél idejére majd az áramellátásomat.
valamiért ide is nehezen jutnak el az emberek, mint hogyha nem lenne központi helyen ez a habitat, ami érthető persze. De lehet, hogy át kéne tenni ide valahova, és akkor már is sokkal jobb lenne a dolog. Nézzük csak, hogy áll a morál. 68% az nem rossz, az tök jó arra, hogy megnyerjük egyébként a következő választásokat, népszavazást. Jó, igazából ezeket kéne már csak orvosolni, ezeket a problémákat, hogy itt az elérhetőséget azt helyre billentsük, illetve nézzük csak, a bűnözés az szépen le van szorítva. Jó, ez igazából egészen rendben van, illetve egy ilyen villámhárítót kéne majd elhelyezni valahova, egy jó helyre. Például ide emelni a trónépület mellé. Szóval itt... Ja, itt tök jól elférnének ezek az épületek. Hát sajnos a termőterület közepén vagyunk, de végül is a termőterület közepére kell létrehozni a villámhárítót, és nem tettek arról, hogy itt van a hőerőműnek a helye, illetve hát a drónközpontot is ide kell építeni, hogyha el akarjuk érni a termőterületek minden részét drónokkal. Meg hát akkor ide kell építeni a termőterület közepére is egy épületet majd, hogy az emberek eljuthassanak a munkába. De ez most így nem talál magára megoldást, illetve nem lesz ez így megoldva most. És azt mondanám, hogy akkor a sivatagi világban szerintem ennyi lett volna most az Avon Colony. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek. Én pedig köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!